szeretnék hozzászólni. Az egyik, ami mind a három előadásban előjött, de talán a leghangsúlyosabban Kapisztránnál, ez az önös ilyen nemzeti etnikai jellege a szerzetesség 15. századi fejlődésének. Én azt hiszem, hogy itt legalább három vagy négy jelenséggel állunk szemben. Abból három mondjuk a ferenceseknél, és talán a negyedik a jezsuitáknál. A ferenceseknél én néztem egy kicsit alaposabban ezt a délszláv magyar viszálykodást, részben ugye az erdélyi történet kapcsán, egy hódoltsági történetek, onnan is lehetne egy csomó példát hozni, részben pedig a Dani által említett Ladislaita provincia. Milyen érdekes, hogy egyébként államhatárok mentén, vagy szóval közigazgatási egységek mentén válnak el, de itt azért, hát nyilvánvalóan van eltolódás. Én azt hiszem, hogy a ferenceseknél itt három dolgot kell néznünk. Az egyik az az, amit a Karácsonyi is, hát aztán Szabó György Pius, aki a neve méltán nem került szóba, de minden meglehetősen adatgazdag, de mint tudjuk, nem is ő írta, hanem Pompéria Ovél. Tehát, hogy ezekben a művekben gyakran előjön az, hogy a magyar jellegét akarták megsemmisíteni a provinciára. Ez ebben a formában egészen biztosan nem volt így, hanem én inkább azt látom, és ez az egy első jelenség, hogy ami a Kapisztrán Szent Jánosnál, Márkiai Jakabnál, de nem, de inkább Kapisztrán Szent Jánosnál nagyon erőteljesen meglevő itáliai universalizmus kontra premodern nemzeti partikularizmus szembenállásáról van szó. Tehát az obszervancia, a ferences obszervanciának az a tragédiája és a zsenialitása együtt, hogy egy universalisztikus modell akart lenni, amely fölülemelkedik a nemzeti partikularizmusokon, és pont annak köszönhette a sikerét, hogy végül is ezek a nemzeti partikularizmusok mentén tudott megvalósulni. A legpregnánsabb példája ennek a csehországi eset, amiben most nem mennék bele, egy Pet Plavacek nevű szerző írt erről egy nagyon jó monográfiát, ahol pontosan bemutatja ezt a folyamatot, hogy hogyan akarta Kapisztrán és német munkatársai bevezetni egyfajta olyan obszervanciát, ami elszakad ettől a nemzeti partikularizmustól, és pont azért lett sikeres, mert a puszitizmus prenacionalista modellével szemben egy életképes modellt kínált a katolikusoknak. Tehát, hogy igazából véve ezeknél a mindenféle elsősorban itáliai, de olykor német területről származó ferenceseknél, én azt látom, ami egyébként megvan már Mohács előtt is, ugye gondoljunk a Szücsenő tanulmányaiban felbukkanó lektorokra, akikből a magyar provincia, vagy akkor még vikária köszöni szépen, de nem kér, mert nekünk megvannak a magunk emberei, akikkel mi ezt megoldjuk. Az se valamiféle délszláv vagy itáliai nacionalizmus, ami ugye ebben a fornalban teljesen történelmérnek volt, hanem igazából véve ezeket az egyetemes szokásokat akarták bevezetni, és itt nagyon erősen jön, amire a Kapisztrán többször is utal, ugye ez a szokásrend, amihez, tehát az etnikai, mondjuk premodern nemzeti identitás, lojalitás mellett ugye ott van a szokásrendnek, tehát az ő nemzeti szokásainknak a védelme, amit egyébként ezek le akarnak törni, ezek az univerzalisztikus elképzelésekkel Itáliából, német területekről érkező barátok. És ugye nem véletlen, hogy egy ideig ugye ki is lépnek a Cisz-Fontán generális vikáris felhatóságot, és visszamennek a miniszter generális alá, ami pontosan az, hogy ne szóljanak bele ezekbe a dolgaiba. Aztán amikor jön a másik veszély, a konventuális beisajtolás, akkor meg visszamennek, tehát ami éppen nekik kedvező volt. Tehát én ebben látom a dolognak a dinamikáját. A másik pedig ez a délszláv-magyar konfliktus, itt pedig két jelenség van szerintem, és itt egy nagyon jó példa ez a lengyel, amit én nem is ismertem, hogy tudnélik egyrészt ezek a szerzetesrendek a korai nemzettudat ébredésének a bölcsői. Ezt a Ladislaitáknál nagyon jól le lehet követni, a Ladislaita levéltárban levő dokumentumok alapján. Másrészt pedig ugyanígy, tulajdonképpen ez az egész horvát történet, amire utaltam a káptalannal kapcsolatban, az egész horvát történet arról szól, hogy az egyházi intézmények nagyon erőteljesen
a korai nemzetutatnak a kiformálódásának. Sokszor egészen teoretikus, meg történeti jókra visszamenőleg, itt az 1634-es zsinatban van egy zsinati értekezés, ahol kifejtik Rátkai György híres történeti munkája előtt 20 évvel, kifejtik, hogy miben áll a magyar korvált együttélés alapja, és hogy milyen modellhez kéne nekünk visszatérni, hogy ez működjön. Tehát ez így teoretice szerepel az Zajc János páros szerzetesnek egy értekezésében. Tehát itt vannak a pálosok, itt vannak Áttalan, és itt vannak a ferencesek is, a ladiszlaitáknak az 1650-as 60-as évben történt szétválása, ezért nem kötődik a Dráva által meghúzott államhatárhoz, hanem a délszláv expanziót, a horvát expanziót, bocsánat, ez horvát, a horvát expanziót ő követi, mert tulajdonképpen megvan neki ez az etnikai, nemzeti kohói bölcső jellege, és a harmadik pedig, ami a bosnyákoknál van, ott én ezt nem látom ennyire, ott van ugye az anyaprovincia, ami tényleg az anyjuk a bosnyákoknak, és van egy nagyon erős ilyen értelemben egy boszniai katolikus identitás, de ez a fajta terjeszkedés, ami Erdély, meg aztán ott van nagyon jó párhuzam ennek Bulgária, a bolgár ferencesség, ott én azt hiszem, hogy nem egy ilyen típusú expanzióról van szó, hanem ott egész egyszerűen arról, hogy van egy klerikális túltermelés, ami egyébként például Dalmáciában, csak a Rakuzában megvan, és ezeket valóban el kell helyezni, ezek spiccelnek szét a Balkánon ezek a papok, egész egyszerűen túl sokan vannak Boszniában, 21-22 évesen papászatkelik őket, és ezeket valóban el kell helyezni, és ugye a ferencesek azok kódulásból érnek, ez is közismert, hogy ezek a questák feletti vita, hogy most melyik kolostornak hol vannak közel, stb. Egyszerűen neki kellett a terület. Tehát ez körülbelül, mint az Oszmán Birodalom, ahol ha nincs háború, akkor a janicsárok föllázadnak, ha nincs miből eltartani ezt a rengeteg szerzetest, akkor probléma van. Tehát egész egyszerűen ennek a hihetetlen dinamikus expanziónak, az Oszmán Birodalom alapja a bosnyák ferenceseknek a növekedése, és ennek a töménytelen szerzetesnek az elhelyezése okozta, és ezért mennek el Bulgáriába az 1600-as évek elején, ezért jelennek meg az 1620-as, 30-as években Erdélyben. Tehát tulajdonképpen ez egy gazdasági, viszont nagyon határozott expanzió, ami mellett persze ott van ez a bosnyák katolikus öntudat is, ami aztán majd a 18. századi Ibrasztisnál jelennek meg, ezek aztán nagyon, nagyon erősen a bosnyák provincia, mint valami anyafa, amiből ezek a provinciák kinőttek. És ugye itt van a másik része, hogy mind a bulgáriai katolikusok, mind az erdélyi katolikusok abban a pillanatban, ahogy azt említetted is, amikor ugye nincsen meg ez a tehát nincsen semmiféle személyi esélyük a túlélésre, akkor ezt örömmel fogadják, de mihelyt is megerősödnek, ők pontosan látják, hogy ebből nekik. Tehát itt gyakorlatilag az van, utána ugyanez lejátszódik a Temesközben, ugyanez lejátszódik Szlavóniában, a 17. században, ez az egész zágrábi püspöknek a török hódoltság alatti behatolása erről szól. A szlavóniai ferencesek egyszer megpróbálnak megvárni a bosnyákoktól, mert igazából ez úgy működik, mint az Oszmán Birodalomban, minden megy a központba, minden megy Boszniába, Erdélyből is. Tehát az egész az egy nagy gazdasági egység, ami úgy működik, mint egy birodalom. És ezeket viszik, és igazából ez a fő problémájuk, hogy nem így élek el minden az erdélyi főurak, a kamutiak, meg a nem tudom, erdélyi István, meg a többiek, akik támogatják a tartományokat, nem vigyék már a Boszniába. Hát ez a miénk, meg hát különben is kik ezek. És akkor ebből a feszültségből lesz az, hogy van egy ilyen magyar nemzeti érzés, hogy egyrészt az univerzalisztikus törekvésekkel Itáliából érkező páterek ellen, másrészt meg ezek ellen a bosnyákok ellen van egy ilyen, hogy minket magyarokat, és akkor ez segít hozzá, hogy a magyar, hogy a ferencesen belül, a ferencesen tartomány belül egy magyar etnikai nemzeti identitás alakul ki. Tehát, hogy szerintem ez egy ilyen nagyon komplex történet, aminek valahol itt vannak a nyomai, és akkor a negyedik, amit a Zsóf is említett meg, amit közismert történet, ez a magyar jezsuitáknak az önálló rendtartományá való válása, ez pedig ugye nagyon erősen összefügg a magyar jezsuitáknak a magyar rendiségkel, magyar politikával. Ami a ferenceseknél így azért ilyen erősen, bár vannak személy összefüggések, de a többire ilyen erősen nem tapintatom ki, mint ahogy a jezsuitáknál, tehát ott pedig van egy ilyen jellege, és ami a Zsófinak a végső nagyon érdekes felvetéseire, mi a tanítórenddel kapcsolatban, hogy magukat nem definiálták ennek. Tehát mi definiáljuk őket így, mert hogy számunkra 19. századi alapú kultúrtörténeti megközelítés alapján ez tűnik a legmeghatározóbbnak, de hát ez nem egy definíció, és valóban nagyon jó, hogy fölhívta a figyelmet Zsófi, hogy hát igazából nyilván nem is volt akkor sem meghatározó, nem csak identitásilag, hanem hát feladatkörökkel kapcsolatban is.
A többi nem is emlékszem, de tényleg nem volt. De mindegy. Még van öt percet az elmúlt. Reagáltok rá? Én csak egyetlen egy dologról, hogy milyen érdekes, ezzel szemben, ami a káptalanokkal történt, hogy ott például nincsen meg az, hogy nem magyarok kerülnek káptalani tagságba, magyarországi káptalanoknál. És itt pedig bejön. Na most nyilván ez pontosan ezzel az univerzalizmussal, a rendnek az egységességével magyarázható, és nyilván egy szembeáll egy kívánatos és nem kívánatos mértékű beavatkozásnak a mértéke. Csak hogy nem véletlen, amit említettem, a Pázmány, ugye a Soproni rendház esetében, hogy Pázmány akadályozta meg, hogy megtartsák a reformátor megkívánt szegénységet. Hát, nyilván, tehát itt látszanak ezek az ütközések, igen. Nem tudom, én csak annyit ugye a tartományok hasadása kapcsán érzem magam megszólítva, hogy valóban, tehát a Ladislaita eset az nagyban különbözik a Stefanitától, viszont a 18. században lejátszódott ugyanennek az ellenkezője is, amikor elkezdett a Ladislaita rendtartomány terjedni a Dráván innen, tehát Dél-Dunántúlon, és az folyamatosan, tehát eleinte látszik, hogy horvát túlsúly van ezekben a házakban, de aztán egy 20-30 évvel telik, és gyakorlatilag ugyanez a horvát, német, magyar összetételű rendházak alakulnak, mint egyébként az ország szinte bármelyik pontján, csak nem mindenhol délszláv, hanem van, ahol mondjuk szlovák. És ugyanígy a Drávától északra eső bosnyák tartomány résznek a kapisztránus rendtartománya alakulása is gyakorlatilag így az exportált résznek az elmagyarosodásából adódóan válik már le, de az megint csak már egy közjogi határ mentén. Tehát, hogy ez a kettő, nyilván persze a közjogi határok és a nemzetiségi határok valahol összefüggnek, de ebben az időszakban egyáltalán nem úgy, ahogy most, úgyhogy ez ennyiben meglepő. Hát igen, én ebben most nem akartam belemenni itt az önálló magyar rendtartomány kérdésével, ugye Lukács Lászlónak köszönhetően elég sok minden forrás is van róla, de itt, ami az én kutatásaimból újdonság, ezt nem Molnár Antalnak mondom, mert én már elég sok mindent olvasott, amit írogattam, hogy itt egy olyan folyamat volt érzékelhető az 50-es években, mintha a magyar rendek azt várták volna azt a lépést a jezsuita rendi vezetés részéről, hogy tegyék meg azt a lépést, hogy önálló magyar rendtartomány legyen. És kvázi erre válaszul, akkor elismerik az országgyűlési részvételét a társaságnak, és érezhetően a rend pedig pont az ellenkező lépést, mintha várta volna előbb, tehát hogy előbb ismerjék el az országgyűlési részvételüket, mint hogy a magyar rendtartomány létrejöjjön. És persze ebben van azért egy bizonytalanság is, mert van itt a magyar tehát a magyar országi jezsuita intézményrendszer, ha csak azt nézzük, akkor annak az elégtelensége is, mármint a feltételezett elégtelensége, de végül is ez nem történt meg, tehát voltak kezdeményezések, de nem fejlődött ki úgy a folyamat. Igen. Csak erre azt szeretném mondani, hogy én azért úgy látom, hogy már az erdély megtelepedésnél ugye a Báthori alatt, hogy most akkor Lengyelország vagy Bécs, ami ugye a Barlai Ödön Szabolcsnak hála egy teljesen 19. századi nemzeti retorikával lett megénekelve a roman világban, akkor teljesen egyértelmű, hogy gyakorlati praktikus logisztikai szempontok mentén nem Bécsből történt a megtelepítés, hanem Lengyelországból. Ugyanígy ennél a történetnél az, hogy végül is elkaszálják, annak tényleg van egy politikai betülete, de az, hogy a jezsuiták ezt szükségesen érzik, ott viszont nagyon erősen megvan az, hogy gyakorlatilag ez, én nem érzem azt, hogy persze renásztikusokban teljesen igazad van, és ott az 59-60-as győri eset az pont erről szól, hogy nincsenek meg a feltételek, de létszámban, rendházak számában, stb. Megvannak, bőségesen megvannak a feltételek, és gyakorlatilag ez a monstrum kormányozhatatlanná vált. Tehát az teljesen egyértelmű, ugye megvan ott a levéltárban, ahol ugye többen is dolgoztok, az a bizonyos vizitatórium, amikor feljegyzik, hát 3-4 évente jut el, vagy mondjuk közig is, vagy tehát Besztetszerányától keletre a provinciális, az éves vizitátori kötelezettség helyett. Aztán valahogy még ritkábban, amikor ugye hadi események is vannak. De gyakorlatilag kormányzat van, és milyen érdekes, már ez már a 2024-es konferenciának az anyaga, hogy amikor 1909-ben szétválik
hogy ott is a magyarok sokáig pufognak, nagy sajtóhadjárat, stb. Bécset, de főleg Rómát ez egyáltalán nem érinti meg. Szóval szerintem az inger küszöböket nem éri el húrontal kilomással, hogy nem kérünk a közös jezsuitákból magyar embernek, magyar jezsuitát. Senkit nem értek el. Egyszerűen van az a pont, amikor az új Schwerzer, Franz Schwerzer provinciális ír Rómába két levelet, hiszen ő úgy érzi, hogy ezt ő jól elkiismerettel nem tudja a feladatot, mert egyszerűen ebben a formában kormányozhatatlan. Nem akarok hazudni, nem egyszer már kb. Egy hónap alatt megtörténik a szétválás. Úgy hivatják be a magyar kiszemelt új provinciális arról konzultusával előttek, hogy ő nem tudja, hogy minek megy Bécsbe. És úgy jön ki, hogy már önálló provinciás ő lesz a provinciális, a búsiakkal. Tehát, hogy gyakorlatilag egy perc alatt ránéznek a térképre, azt mondja, hogy úristen. És elvágják. Semmiféle a magyar félnek tett gesztus, semmi nemzeti szempont nincs benne, egyszerűen az, hogy ránéznek kormányozhatatlan ekkora egységet, tehát teljesen felesleges fenntartalmak. Én nem találtam semmi forrást arra, hogy konzultálnának politikailag ebbe az ügyben. Egy pillanat alatt eldöntik, úgyhogy előtte nem tudom meddig kardoskodtak mellette a magyar jezsuiták. És tulajdonképpen itt azt mutatja, hogy itt azért nagyon erősen belejátszott egy politikai dolog, hogy a sokkal gyengébb és kisebb se provinciát gyorsan leválasztják, ugye ott a rekatolizációs. Hát ott megvoltak az előzmények, hogy úgy mondjam, tehát elő volt készítve azért Fehérhegyen, meg egyebekkel. Igen, az elit cserével, ott nem volt bizalmatlanság. 1909-ben már nincs semmi szerintem, tehát ez ilyen formában nem tudom érdekel senki. Itt viszont meg nálunk van egy politikai kontextus, amit viszont megakadályozza. Ezt én úgy látom, hogy ez sem tart sokáig, tehát még a Rákóczinál van egy fölívelés, akkor átveszik a úgymond Lavancország ülésen a rendek, mert részben ugyanazok ülnek ott, mint akik ugye egy évvel korábban mondodok, és ezt el szoktuk felejteni. És aztán utána valami utolsó hulláma ennek az egész dolognak, és aztán szépen esnek. És úgy még urálnak később, hogy szeretnének több képviselő, de nem, érdemben nem, legalábbis úgy látom, hogy nem jön elő a kérdés, megnyugszanak a kedélyek. És nem, én nem találtam ennek, hogy megnyugszanak. Bocsánat, még a sikersztori, az utolsó. Ott neked, amikor ezt hallom, hogy ilyen típusú érvel is hallom, neked mindig a ma már sokat emlékezett Lukács László jut eszembe, a jezsuita történész, akinek mindig azt mondta, hogy teljesen fölösleges jezsuita történetből németben, főleg francia és spanyol munkákat olvasni a 18. századból, mert nálunk teljesen más volt a feltételrendszer, és ott azok a típusú hanyatlóbjelenségek, az a típusú társadalmi kritika jezsuitákkal szemben, főleg itt az uralkodóval való összefonódás, stb. Ez az egész, szóval az nálunk egyszerűen nem jellemző. Tehát amikor a Herrscher ezt ilyen európai mértékben nézi, valószínűleg itt tényleg erőteljesen kell a magyar sajátosságra figyelnünk, és teljesen igaz van a Zsultinak, hogy van egy általános hanyatlás, vannak általános krízis jelenségek, amik Magyarországon egész egyszerűen nem érzékeltük, és az valószínűleg ezért is volt ennyire sok szerint. Van feladat. Van feladat. Igen. Van feladat is. Elég jelentős. Igen. Biztos terület az ország. Igen, mondjuk 1773-ban. Akkor már nem. De annyira, de viszont addig van egy olyan struktúra, ami mellett, aminek az ellátása egész egyszerűen megkötötte az energiákat, és politikailag nem implikálódtak talán annyira ebben a korszakban, mert biztos. Hát és az, hogy ez egy nagyon fontos felvetés szerintem, hogy ez a tanítórendi definíciót, ezt tényleg ki kell terjeszteni, mert tehát egyszerűen hát olyan mértékben vesznek részt a pasztorációban, hogy pótolhatatlanok. Ugye ez a plébániák, amit a Szilas László írt egy 200 oldalas tanulmányt erről, hogy elvileg tilos volt Magyarországon, meg hát hány van. A komplet régiókat, tehát ami a Béla is, ami Erik Bélnak is vizsgálat, a komplet régiókat fednek le, meg amit a homonai, hogy rendház, hogy mekkora területet fedett le, amit tenéztem. Na, de ugyanaz jön elő a ferenceseknél, mondom, a 19. század végén, akkor nem, hát a fekete barátok, tehát a reform. És hát, hogy plébániák, de hát hogy van plébániák? Tehát ez Nyugat-Európában nincsen. Igen. Tehát, hogy ezek ott vannak. Hát erőszekció. Mert erre is sok vita lenne még szerintem hozzá. Szóval hogy szóltak volt, hogy mégis. Én biztos, hogy az Antti már megtartott a helyet. De én azt akartam mondani, hogy jól sikerült összeválogatni a szekciót, mert hogy lenne még muníció szerintem a vitára, de azért félig meddig látom itt a hátsósorban az elkínzott arcokat, hogy nem mindenkit érdekel annyira, mint minket. Úgyhogy én most elrendelnék egy rövid kávészünetet, jó, és akkor általában olyan 3-4 körül megpróbálom folytatni.